Egy jó kávé egy retro kotyogós főzőből. Nincs is ennél jobb. Kávéval még sose kocintottam, nem tudom, hogy lehet-e. De nagyon lehet. Köszönjük, ez most így nagyon hangulatos lesz itt. A Gemenci erdő közepén vagyunk Hevix Rolanddal, aki minden kirándulás alkalmával magával hozza jó öreg kávéfőzőjét. Most azonban nem a kávéfőzés rejtelmeibe fog beavatni bennünket, bár ez is menne neki, hanem ennek a tájegységnek a szépségeit igyekszik megismertetni velünk. A túrázás ugyanis virágzását éli. A természethez való közelség, ahogy mi látjuk ezt a természetvédelmi egységet, szeretnénk, ha minél többen megismernék ezt, és magukénak tudják, nyilván úgy, hogy a természetet ott védjük, ahol tudjuk. Roland társaival együtt lelkes híve, támogatója, ismerője, és ahogy hallhattuk, védelmezője is a bajai Gemenci területnek. Az itt elterülő mintegy 180 négyzetkilométeres erdőséget lehetőség van kisvasúttal bejárni, hagyományos halászatot nézni és azon részt venni, vagy éppen a megfelelő időszakban szarvasbőgést hallgatni, de persze önállóan túrázni is, amiben Rolandék közössége is segítséget ad. Mondom, hogy hol tud leparkolni, hol merre menjen, milyen kijelölt túra ösvényen haladhat, éppen van-e bejárási tilalom az erdőbe, tájékoztatjuk mindent erről. De nem csak segítséget adnak, ők is szerveznek túrákat, és a hosszú sétára most nincs is lehetőségünk, egy kisebb kalandra azért vállalkoztunk. Megnézzünk egy vadetetőt, és ha tényleg mázlink van, akkor testközelből szarvast, és vaddisznót is tudunk látni. Erre egyébként nem is kellett sokat várnunk. Roland, ott a vaddisznó. Na, erről beszéltem. Három. Szerencsénk is van. Négy, mert egyet ott megy, és ott meg három van. És itt is jön felénk egy. Ez a vad etető egy lezárt terület, pont azért, hogy az ide kirándulók testközelből és persze biztonságosan tudják megcsodálni a vadállatokat. Ha ez nem lenne, akkor bizony kevés esély lenne arra, hogy például ilyen gyönyörű szarvasbikát láthassunk. Ez a csodálatos állat egyébként nem ritka itt a Gemenci erdőben. Ez a terület ugyanis kiváló élőhelyet nyújt a gímszarvasok számára, ami az egyik fő szempontja az egyed fejlődésének. Az itt élő genetikai állománynak van olyan adottsága, amiből tud kialakulni úgymond egy ilyen kapitális trófea, de szükséges az, hogy egy tervszerű gazdálkodás is történjen mögötte. Ez biztosítja, hogy mindig azok a bikák örökítsenek tovább, akiknek a genetikája a legtökéletesebb. Erre, mármint a tökéletességre az agancs méretéből lehet következtetni. Gemenc ebből a szempontból a világ élvonalába tartozik. Ez a három trófea, ez a itt a Gemenc területén az elmúlt időszakban esett három világrekord trófeának a másolata. Ami úgy gondolom, másolatok? Így van, ezek másolatok, az eredetiek, azok fönt vannak Budapesten a Mezőgazdasági Múzeumban. Az agancsok osztályzása az egész világon egységes pontozási rendszer alapján történik. Ez ad lehetőséget arra, hogy mondjuk egy Magyarországon elejtett vagy Ausztriában elejtett bikát teljesen objektíven lebíráljanak. Egy szarvasbika egyébként minden évben elhullatja az agancsát, ennek fejlődését ezen a fantasztikus videón láthatják. Az elhullott agancs egyébként rengeteg információval szolgál a szakemberek számára, az állat állapotáról és koráról. Fontos tehát, hogy azokat ők és ne a kirándulók gyűjtsék be. Ezért február és május közepek között általában korlátozottan lehet az erdőkbe látogatni. Ez a kiállításnak helytadó építmény Frigyes főherceg pavilonja volt, amelyet 1894-ben építettek a lembergi lengyel nemzeti kiállításra. Onnan hosszú és kalandos út vezetett ide Pörbölybe, az ökoturisztikai központba, ahol apró darabokból állították össze. Különben, hogyha körbenézzünk, hihetetlen, de az eredeti faanyagnak a 68%-a az még mindig ugyanaz, ami az 1894-ben összerakták. Ennek a kiállításnak a legfőbb célja, hogy mindenkinek pozitív élményt nyújtson. Megismertesse ezt a régiót, Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejét, azt az erdőt, ahol megtaláljuk például a pörbői titánt, Magyarország legnagyobb kerületű fáját. Ennek kerülete 12,5 méter.
Ha egyébként az erdőben sétálunk, fontos, hogy megfelelő ruházatban és eszközökkel felszerelve tegyük mindezt. Egy bambuszbögre vagy éppen egy karabineres kis pohár jól jöhet, főleg ha természetközeli anyagokból készül. Törekszünk az újrahasznosított vagy a megújuló dolgokra. Biopamut alapanyagú az összes pólónk igazából. Pulóverekből is próbálunk úgy összeválogatni, hogy az alapanyag megfeleljen annak az elvnek, amit mi próbálunk tükrözni, de ne legyen túlgagyi. Roland és társai ugyanis elhatározták, hogy a gemenci terület népszerűsítését egy brand felépítésével is segítik. Igazából mi ezzel információt és illetve életérzést szeretnénk átadni, kicsit magunk mögött hagyva a határidőt, az e-mailt, a wifi-t, a ledes lámpát, és túlélők vagyunk is. Igazából nem a gemenci erdő túlélői vagyunk, hanem a mindennapoké. Ez a túlélés egyébként érvényes a fiatalember által képviselt vállalkozásra is. A Covid ugyanis az ő helyzetüket is megnehezítette. Nekünk is egy kicsit visszaesett a forgalmunk a vírus által, viszont próbáltam egy kicsit nagyot álmodni, mert volt egy banki lehetőség, hogy kicsit bővítsük a vállalkozást. Alapanyagot tudtunk vásárolni, meg fogunk is vásárolni a banki segítségen keresztül. Jó vették észre azt a piaci részt, azt a piaci űrt, hogy a belföldi turizmus, illetve a túraturizmus, a túrázás egy egészen új lendületet kapott Magyarországon, hiszen oda tudtak kimenni az emberek a lezárásuk alatt. A turisztikai szektor az egyik leginkább érintett terület volt a Covid alatt. A negatív hatások ellenére azonban a banki finanszírozás ez idő alatt sem állt le. Csökkent ugyan a finanszírozási hajlandóság, de azok a projektek, amiken látszik és érzékelhető, hogy a jövőbe fektetnek be, amik a jövőben egy szélesedő célcsoporthoz jól el tudnak jutni, ezek ma is számíthatnak a finanszírozási segítségre, illetve számíthattak a Covid sújtotta időszakban is. Egy vállalkozás támogatásának elbírálásakor csak és kifejezetten a gazdasági indokok játszanak szerepet. Egy bank részéről az érzelmi kötődés, a vállalkozás profilja iránt érzett szimpátia nem lehet döntő szempont. Emocionálisan nyilván egy hitelintézet nem tud megítélni egy projektet. Az ugyanakkor látszik, hogy a benne lévő értékek mások számára is értéket jelentenek, és az, hogy a gemenci erdőség értékeit ezáltal fel tudják mutatni, és sok emberrel meg tudják ismertetni, azt gondolom, hogy plusz értéket képvisel. A gemenci erdőségben és az ökoturisztikai központban dolgozók elhivatottsága vitán felül áll. Céljuk a természet szeretetének és annak védelmének népszerűsítése. Azt pedig egybehangzóan állították, hogy a Covid sok rossz hatása mellett legalább annyi pozitívum van, hogy egyre többen vágyunk a természet közelségének megélésére. Reneszánszát érje a túrázás. Remélem máshol is, nem csak itt.